Már jóval a kezdés előtt gyülekeztek az emberek a főtéri fórum színpad előtt, többen római öltözékben várták a nyitó ceremóniát. A városháza felől hosszú menetben érkeztek Szavária elöljárói, papjai, a 15. Apollinaris legió katonái, dobosok, fanfárosok és a 4. századi palota őrség tagjai. Magyarország legrégebben lakott városa a mi otthonunk, itt éltek őseink, őket is ünnepeljük most, mondta köszöntőjében a polgármester. A Szavária történelmi karnevál ennek az életnek az ünnepe. Annak az ünnepe, hogy egykor őseink hittek a jövőben. Ez a jövő most mi vagyunk. Mi pedig tiszteljük a múltunkat, és megrendezzük az ő tiszteletükre a Szavária történelmi játékokat. Szóljon ez a 4 nap a felhőtlen szórakozásról, és a sok jó élményt tartalékoljuk el nehezebb időkre, fogalmazott Nemény András. Most először ősi, római szokás szerint zajlott a ceremónia. Főpap, milyenek vár a jelek? Fordulhatunk-e a hatalmas égi istenekhez, hogy kívánságunkat teljesítsék? A jóspap kifürkészte az istenek, Apolló, Merkurius és Szilvánusz akaratát, hogy alkalmas-e az időpont a játékokra. Imámat meghallgatták, a jelet megkapta. A jelek pozitívak voltak. Az istenektől kapott hatalmam alapján, ezért ezt a napot Dies Fastinak, azaz az ünnepség a játékok megtartására alkalmasnak nyilvánítom. A polgármester áldozott az isteneknek, ami kegyes fogadtatásra talált, így hivatalosan is megnyithatta a karnevált. Kezdődjön a játék, kezdődjön a Szavária karnevál. Már az első estén benépesült a főtér, rengetegen várták Radics Gigi és a szimfonikusok közös koncertjét. Az énekesnő saját dalai, hazai és világslágerek is felcsendültek. A zenekart Kovács László dirigálta. A fórum színpad hagyományosan az egyik központi helyszín, de több száz programból lehet válogatni a karneváli hétvégén. 29 helyszínen közel 300 program várja majd az érdeklődőket a hosszú hétvége során. Lesznek különlegességek, lesznek új csapatok, új helyszínek, új bemutatók, de természetesen itt lesznek a jól megszokott közkedvencek is, mint Kassai Lajos, vagy a Kollégium Gladiatórium, vagy a Gólyalábasok, de a színpadi helyszíneken azt hiszem, hogy minden koncert egy picit újdonság is lesz, vagy azért, mert a régi előadók új formációkban lépnek fel, vagy olyan vendégek érkeznek, akik még nem álltak a Szavária történelmi karnevál színpadán. 2 év kihagyás után legtöbben már nagyon várták a karnevált. Főleg az unokák várják nagyon. Voltak, akik még nagyon picik voltak, és nem tudtak eljönni az elmúlt 2 évben, most nagyon várják. Sokat meséltem nekik róluk az elmúlt tetekbe, és holnap jönnek Budapestre, úgyhogy reméljük, hogy jól érzik magukat ők is. A témaparkban ezúttal is sokan voltak kíváncsiak a tüzes játékra, megteltek a mobillelátók. Mi először fogjuk látni ezt a tüzes játékot, de egyébként minden éven ki szoktunk jönni, tehát a programokat mindig megnézzük. Mi az, ami a legnagyobb kedvenc? Gólyalábasok. Hát a gólyalábasok. Tehát úgy összességében úgy minden szép egyébként, színvonalas mindig. A Gonosz varázsló és az Ördögi torony című produkció a mobillelátók tetejéről indult, innen érkeztek az akrobaták a játéktérre. A történet jó és rossz harcáról, erényről és ármányról szólt. Egyetlen ember szívében kavargott csak sötétség. A gonosz varázsló magának akarta a föld minden kincsét, és az emberek minden boldogságát. A kaufbeureni artistika Anamkara, a tűzmadarak és a Mare Temporis tűzvarázslói zsonglőrködtek ezen az estén is.